A filmszakmának ez a totális lenyúlása és ellehetetlenítése, aminek ugye naponta tanúi vagyunk, és hogy fekete listán van mindenki, aki értékes, és effektíven megvan nekik mondva, hogy ne is pályázz, mert úgyse kapsz lehetőséget. Ez azért nem most kezdődött, meg nem is 2010-ben kezdődött a Vajna rendszerrel, és nem a Vajna halála után a SFL lenyúlásával, stb., hanem 2001-ig lehet visszamenni, amikor először gondolták azt, akkor még a szakmából néhány neves filmrendező inputjára, hogy le kell nyúlni a szakmát, és hogy meg kell reformálni az egészet, és egy ilyen központi irányítású filmközpontot kell létrehozni. Akkor ugye az Orbán rendszer, a Várhegyi Attila kezdte ezt organizálni, és teljesen véletlen módon pattant ez ki, hogy egy ilyen saláta törvénybe akarták elvenni az akkori finanszírozás, főfinanszírozó rendszer az alapítványnak az összes pénzét, és akkor ugye ez kipattant, és akkor teljesen másképp működött a szakma. Tehát más volt a szakma, mert akkor a szakma egyetlen nap alatt, egyetlen éjszaka alatt összeállt, és volt ez a 150 aláírás néven elhíresült dolog, hogy pont a szavazás napján, amikor aztán a parlament nem merte megszavazni ezt a törvényt, akkor az egész szakma aláírta az, hogy demokratikus. Tehát, hogy a demokratikus filmfinanszírozási rendszer mellett kiállt az egész szakma, és megvédte az alapítványt, és megvédte a szakma demokratizmusát megvédte, és akkor még az Orbánék is elég gyöngék voltak ahhoz, hogy ne merjenek tárgyalás nélkül erőszakkal, nem volt mögöttük akkora morális meg erkölcsi támogatottság, és akkor még leültek tárgyalni. Igaz, hogy az Orbán kurzus végén volt, de a tárgyalásokkal ajtórésbe lehetett tenni. Tehát nagyon fontos volt a szakmának a határozott, összefüggő, egybefonott, az egész szakmát maga mögött tudó fellépése, amit ugye a szövetség, mint a szakma vezetői képviseltek a tárgyalásokon, de maguk mögött tudhatták az egész szakmát, mindenkit.